Az óriásoktól a legapróbb négylábúakig, az igazi szőrgombócoktól a látványos frizurát viselőkig, mindenféle kutyával találkozhattak a Hung Expo látogatói. A Fehova kiállítással egy időben rendezték meg ugyanis a Winter Dog Show-t, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége, vagyis a MEOS Nemzetközi Kutya Kiállítását, ahol a zsűri tagjai több száz négylábút minősítettek. Samu a gyönyörű óriás naucer számára eredményesen zárult a verseny. 9,5 éves, veterán osztályba indult, és így is azért második lett, tehát a Szuka lett a best of breed, ő a boss. Samu bizony rutinos versenyző, számos díjjal büszkélkedhet már. Világkiállításon veterán világgyőztes volt, interchampion, ispuzíger, tehát mindent megnyert, amit lehet végül is. Nagyon sokszor nyert best in shot, veterán best in shot, és tavaly év egyébként legeredményesebb veterán kanya. Samu gazdája számára a kutyákkal való foglalkozás nem kevesebbet jelent, mint igazi szenvedélyt. Én 40 éve kutyázok, most nem óriás naucerral, hanem fehér törpes naucerral. Hál' Isten azért elértünk elég szép eredményeket, világ-európa győztes kutyákat tenyésztettem. Dante a 16 hónapos, még nővőfélben lévő német dog élete első versenyén vett részt. Nem csak a mérete óriási, hanem a szíve is, hiszen egy igazi bújós kutya. Alapvetően egy békés fajta, a méretét meghatározóan nagyon barátságos és jámbor típus gyakorlatilag. Nagyon keveset ugat is egyébként, úgyhogy kitűnő akár családba, akár sportra is egyébként nagyon kitűnő fajta. Dantének ez volt az első versenye, de az új közeget nagyon jól viselte a békés óriás. A tenyésztés miatt szeretnénk ugye a kiállításon a saját fajtájában megnyerni a fajta győztes címet alapvetően, és ugye a tenyésztés miatt majd még egy tenyésszemlét kell csinálni, és akkor utána fedezhet a kutya. Nagyon okos vagy, hogy várja a falaton. Janka, a mindössze 3 hónapos labrador, óriási lelkesedéssel készült a megmérettetésre. Az összes arra járó négylábú kollégát kitörő örömmel üdvözölte. Azért már egy hónapja iskolába járunk, meg otthon is rengeteget gyakorlunk. Nagyon fontos a következetesség, illetve nagyon fontos, hogy tudjuk motiválni a kutyát akár jutalomfalattal, akár dicsérettel. Végtelenül nyugodt kutyus, most jó izgatott, mert sok a kutya, sok az idegen szag, inger, de amúgy egy végtelenül nyugodt kutya. Vele komoly terveink vannak, mind a többi kutyával is, úgyhogy szeretnénk azt, hogy minél fiatalabb korban megszokja a kiállítások hangulatát, és akkor majd reméljük, hogy a végén a nagybajnoki címet fog nyerni. A tacskó rajongók számos variációban láthatták kedvencüket. Rövid, szálkás és hosszú szőrű fajtákat, törpe és standard méretűeket is szemügyre vehettek. Ő Polly, egy rövid szőrű törpe tacskó, és fiatal osztályban indult, 14 hónapos, és mai napon kitűnő 2 eredménnyel zártuk, de egyébként pedig Hungária junior champion várományos. Úgyhogy ennek a címnek az eléréséért jöttünk, hogy ezt be tudjuk ezen a rendezvényen fejezni. Most sajnos nem sikerült, de még van hátra 3 nap, de így is nagyon szigorú bírálattal, de azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szoros mezőnyben nagyon szép sikert értünk el vele. Pusztai Szilvia már 20 éve foglalkozik kutyákkal. Elmondta, hogy a jó versenyeredmény elérésében nagyon fontos szerepe van a felkészítésnek. Elsősorban ugye nagyon fontos a ringre szúra, ugye ami annyit jelent, hogy a kutyáknak a viselkedése a ringben, tehát hogy felszabadultan legyenek félősek, ugye őket asztalon állítjuk, asztalon való bemutatása is, hogy ne remegjen, ne féljen gyakorlatilag. A tartásával kapcsolatban ők is azért speciális úgynevezett szuper prémium kategóriás tápot esznek, ugye látszik is a szőrén gyakorlatilag. Bevallom őszintén, hogy ő az első tacskóm, de mindig is szerettem volna tacskókat gyakorlatilag, és hát nagyon örülök, hogy ezzel a kis gyönyörűséggel büszkélkedhetek. A 4 napos verseny során a legfiatalabb négylábúak az első eredményeiket szerezték meg, míg a rutinosak már sokat szorra mutatták meg magukat a ringben. Egy biztos, a gazdik minden alkalommal sokkal jobban izgultak kedvenceiknél, amikor a bírák versenyre szólították őket.